Különleges helyszínen vagyunk. A műhelyben egyrészt hideg volt, másrészt pedig a citront készítik fel. Úgyhogy Zagyva Lajos egy nagyon elegáns, nagyon kényelmes bőrfotában, de abban a ruhában, amiben egyébként a citront szoktad szerelni. Egyébként nagyon jó mutatsz ebben a bőrfotelben ja, ebben, a, ebben a szerelésben. Amikor készültem az interjúra, akkor egy korábbi beszélgetésünkből találtam egy idézetet, Eh, amit nagyjából azt mondtad, hogy a egy veszprémralliról van szó, hogy a teszten nézegettem, hogy az aszfalt minőségű morván hogy viselkedik a gumi. Hát hagyjuk már. Viselkedik ahogy viselkedik, azt meg kell oldani. Ennyire egyszerű a rally? Ezt én mondtam volna? Hát, igen, igen. Tényleg? Igen. Hát az 60-as években lehetett akkor, mert nem emlékszem <laughs> <amikor> rá, mint <laughs> a demencia már. Nem, ezt elmondom <laughs> neked, ez akkor volt, amikor a Sauer Gergővel versenyeztél, és amit kikaptál akkor a Gergőtől, a, és, a igen. és mondtad, hogy hogy de hát ez tulajdonképpen a te hibád volt, mert hogy nem vettél új gumit, új gumit kellett volna feltenni, igen, és, igen, az és egy... a teszten nem azt kellett volna nézegetni, hogy, hogy viselkedik a gumi, hanem viselkedik, ahogy viselkedik, menni kell. Igen, összetett volt. Tehát valójában... A, a spórolásnak köszönhetem gyakorlatilag, illetve nem, hát a Gergő nagyon gyors, tehát alapból innen kell kiindulni. A másik pedig az, hogy persze természetesen szerettem volna őt megszorongatni, ami a szorongatásig talán el is jutott. Az, hogy megverjem őt, ez nyilván nem sikerült. Több, több oka van, amiről ő valamelyik részéről tudott is, valamelyik részéről sejtésesen volt. Azért is nagyon sajnáltam, hogy az utolsó gyors maradt a, a kislőtér mert nem árultam el senkinek, de az előtte való kis lőtérnél én elrontottam egy részt, és fölcsúsztam a partoldalra, és ott majdnem úgy volt, hogy le sem tudok jönni. Tehát nem ért le a kerék, ott szenvedtem vele, vissza éreztem, hogy fog egy kicsit a kocsi, akkor megmozdult, akkor előre, és úgy nagy nehezen egy ilyen érzésre, egy ilyen 20 másodperc alatt lemásztunk arról a peremről. Utána aztán nem, tehát nem sérült a kocsi, nem történt vele semmi, csak rácsúsztunk erre a kiálló dombra. Ezt nem mondtam el senkinek, de akkor mentünk egálta a, Gergővel, mert pár tizeddel vert, meg talán öt vert, meg azon a gyorsan. És aztán utána fokozta a, az előnyét, és valójában 10,5 vagy 6 tized másodperc volt az utolsó gyors előtt, amennyivel vezetett és pont jött az az kislőtér, ahol, ahol, egyébként tudtam, hogy elkövettem ezt a hibát, és ott éreztem azt, hogy, hogy, ez talán, talán lehetséges, van rá esély, hogy, hogy be tudjam hozni. Rá is voltam feszülve, meg fölmelegítettem a gumit, leengedtem a nyomásokat úgy, ahogy én gondoltam, és aztán odálltunk a rajthoz, és, és azt mondták, hogy a Hadik Andris beszaladt oda a jutasi résznél egy bizonyos helyre, és hogy rossz helyen van. Egyébként szerintem egyáltalán nem volt rossz helyen. A verseny szerintem teljesen indokolatlanul állították le, fújták le, és aztán etap lett. Tehát ez lett a vége. Gergő nyert, megérdemelten, én meglettem a második. De akkor egy kicsit jobban kellett volna készülni a versenyre. Menjünk vissza kicsit akkor, ahogy mondtad, a 60-as évekre, hanem is szó szerint. Mi volt az első autósportos élményed, amire azt mondtad, hogy, hogy én ezt akarom csinálni, ezt a sportot? Nagyon fura, mert valójában ez onnan indult, hogy ugye jogsim már volt, de autóm nem, és a szüleimnek hát úgy kellett elkérnem, hogy ők nem nagyon tudtak róla a trabantjukat. Tehát... Bocsánat, úgy kellett elkérned a trabantjukat, hogy ők nem tudtak. Nem tudtuk. Hát akkor kitől kérted el? Hát megbeszéltem magammal, hogy viszont jó lenne ez a helyi verseny itt Egyébként tényleg ilyen nagyon amartőr történetek voltak még az elején. Például volt az a helyzet, hogy megálltál egy, egy kis asztalnál, egy tálcát fel kell temelni a bal kezeddel, előrébb állni és letenni a tálcát, úgyhogy rajta volt egy pohár víz. Tehát ezek emlékezetesek, ezek az elsők közül volt az egyik. És, és, én akkor a friss jogosítványommal anyuétől kicsortam a Trabantot, ők éppen dolgoztak, és elmentem, tehát nem egy ilyen rally kell gondolni, de, de egy ilyen ügyességes slalom versenyen vettem részt, és, és azt már akkor sikerült a legrövidebb idő alatt teljesítenem. De, de, az kombinált volt, mert tesztekkel, kereszttesztel, meg egyébben minden össze volt kötve, tehát unblock nem én nyertem, de a, de a gyakorlati részét azt, azt nekem sikerült időben, legrövidebb idő alatt abszolválni. Milyen autót vezettél legelőször? Trabant, Trabantok voltak. Trabant. Hát eleve a szüleim kint, a, itt van egy kecskédi repülőtér, oda vittek ki, akkor talán lehettem tíz éves talán, talán, és én érdekes, mert mindig megfigyeltem, bármilyen autóval vittek valóval, akkor még azért elég ritka volt autóba egyáltalán, de hogy a, aki engem vitt autóval, én jobb oldalról mindig nézegettem, hogy ő mit csinál a zsigulival. De nagyon furcsa volt, hogy, hogy olyan elképzelése volt, mielőtt még nem ültem a volán mögé, hogy a, a zsiguliknál volt kisebb-nagyobb holtjáték a kormány, és akkor mindig figyeltem, hogy, hogy így kormányozgat az illető jobbra-barra egy picit. És én azt hittem, hogy ez egy kötelező része a vezetésnek, és amikor én először kipróbáltam, akkor én is így mozgattam, és kérdezték tőlem, hogy miért mozgatom. Azért, mert én attól a bácsitól azt láttam, hogy így mozgatja a kormány. És aztán persze logikusan rájöttem egy kis idő múlva, hogy nem kell azt mozgatni, ha nincsenek holtjátékok, meg egyéb, akkor nem kell azt. gondolom én azon már összeadottak ott a problémák, és azért korrigálgatott az illető egy kicsit. Tehát édesapád mondjuk tíz éves korodban adta oda a Trabantot? Igen, először, igen, hogy... igen, érdekes, hogy apunak nem volt jogsia. Tehát régebben körülbelül pont annyi pénzük volt, hogy azt hiszem, hogy valami 2700 forintot emlegetett anyu, hogy annyit sikerült összesporolniuk, és hát ez egy jogosítványra elegendő pénz volt, és földobtak egy érmét, és azáltal döntötték hogy kimenjen el, letenni a jogsit, ahogy fej vagy írás alapon és hát anyu nyert, őnek lett jogsia, és ez az életüket érte. Tehát utána már megengedhette volna apu is, meg egyéb idő múlva, hogy, hogy legyen jogsia, tehát itt a pénz volt a szűk keresztmetszet, később évben meg aztán igazából ö, érdekes módon nem, nem tette le a jogsit, pedig megtette volna, de végig, végig anyu vezette a, a Trabantól kezdve aztán egyéb autókat, és, ö, és aztán voltak érdekes történetek. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy hogy bármelyik szülői autót megkaptam, lásd a Trabantot, megkaptam a jogsit, akkor még autószerű iskolába jártunk, és akkor volt a bankett az év végén. Elkérhetem az autót? Persze, fiam, csak tudod, két hetes a jogsit, óvatosan. Nekem mondjátok, hogy hogy kell ezt csinálni. A banketten megvacsoráztunk, meg volt a buli, persze természetesen nem iszom, tehát nem az volt a gond, hogy, hogy itt sem vezettem, de majd én hazaviszlek titeket Bábolnán az osztálytársaimat. Elindultam velük Bábolnán, és Bábolna közepén mondom, én megmutatom, hogy kell kanyarodni, és úgy, hogy volt, föl is borultunk. Azzal az lendülettel, és a természetesen a tető összetörött, tehát elég csúnyán nézett ki. Ott is hagytam a, a barátoméknál a, a Trabant kombit, és hát hazamentem, aztán valahogy busszal, vonattal, nem is tudom, hogy hogy értem hazát, az volt az első kérdés, mi a helyzet, fiam, a kocsi hol van? Hát az a helyzet, hogy már fogták a fejüket, persze kitaláltam azt az általános történetet, hogy kiúrott egy vad. Hát ez jó, jó hangzik, ugye? Tehát mentem, és kiúrott egy vad, és lehúztam az árokba, és emiatt fölbúrott. De nincsen semmi bajunk, egyébként minden rendben van és ezt a, ha még csak ez az egy lett volna, de ezen kívül aztán lett nekik azt is azonnali határ, tehát ott vannak érdekes történeteim. És utána volt még ugye egy eszkort is, amit szintén... Ajjajjajjajj, ajj, 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 <coughs> ajj, 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 volt. Akartam kérdezni, hogy szüleid mit szóltak hozzá, hogy a későbbi Murva király ezeken az autókon fenegette a körmét. Az a helyzet, hogy, hogy, Csórikál még ezt az időszakot már nem élhették meg egyik se, ezt tök sajnálom, mert valójában most ezeket a riportokat, ha megnéznék, akkor valószínű, hogy nagyon jókat mosolyognának már így 20-30 év elteltével, és, és esetleg mondjuk nyilván büszkék is lennének. De, de, de akkor, tehát ha nekem most ugyanazt kéne átélnem, a dorkával, vagy majd a gergővel, amit én megcsináltam velük, Atya Úristen. Tehát azt nem kívánom magamnak. Tehát ezt a csont komolyan mondom. Tehát ez, 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 amit én, én végigvittem. Tehát mondom, trabantjuk volt, zsiguljuk volt, fordeszkortjuk volt, mind a három autót PP-törtem. Aztán nekem lett saját autóm egy Golf egyes. És onnantól kezdve, amikor lett saját autóm, egy karcolás nem esett egy autón se. Tehát soha nem törtem össze kocsit, úgy már volt, hogy hátulról belém jöttek a gyalog átkelő helynél, meg egyéb, mert átengedtem a gyalogost, de én magam nem törtem össze autót. Már nem versenyautóra gondolok, mert azt igen, de utcai autót. Se nem húztam meg, se nem tolattam neki, mert ez olyan béna dolog. Tehát ha már törünk össze autót, akkor normálisan, de, de semmiképp nem úgy, hogy lehúzzuk a sárvédőnek az élét, meg ének. Egyik nap pont a, a dorka jött haza nagyon érdekes történetével. Az nagyon jó volt, aranyos volt. A sír össze, vissza, apa, összetörtem a kocsit. Atya úristen, mondom, nem lett senkinek semmi baja? Nem, attól miért lett volna baja? Tehát nem értette, hogy én most miért kérdezek ilyet. De hogy ő nagyon, nagyon összetörte a kocsit, mondom, Fú, Dorka, nem igaz, hogy valig alig van jogsit pár hónapja, nem, nem tudsz vigyázni. Mondtam, hogy ez téged érzékeny is érintett. Ezzel akarsz foglalkozni, az versenyzel, ne törjél már össze a kocsit egy utcait. Tehát ez olyan béna. Törd össze a versenyautót, azt már megmutattad, ahhoz értesz. De ne törd össze az utcait, azt nem élik. És akkor egyszer csak úgy lenyugodtam, jó, gyere, azt hogy megmutatom, hogy mi történt. És a sárvédőnek a az ívéről le volt húzva a festék. Tehát, és akkor kimentem, jó, ott rögtem rajta, figyelj, ha márci összetörsz valamit, az normálisan. Ilyet ne csinálja, Ennek nincs értelme, hogy így odahúzod, mert a plázánál be akart kanyarodni helyből jobbra, mert annyira szűk volt a hely. Mondom, eleve nem kanyarodunk be orral két autó vagy egy oszlop közé, tehát mindig tolatva, mert akkor látod a tükörből, ez tök béna. Tehát ilyet nem csinálunk, ilyet, ilyet a bénák csinálnak hogy bekanyarodsz, és a vége beközelít az oszlophoz, és egy picit lehúzta a festéket a sárvédő ívérő. Tehát ez volt az a brutális törés, amit, amit a Dorca. Mi lett egyébként a Trabant, Mert az, a sztori ott maradt, hogy, hogy a, abba, hogy ott maradta az osztálytársadnál az autó. Mindig, mindig, mindig érdekesen jöttem ki belőle. Tehát eleve az, hogy autószerelő vagyok, mindig műhelyekben dolgoztam és egyéb, tehát ezzel nem volt gondom, sőt igazából az autószerelősúly után először én egy autóbontóba kezdtem el dolgozni. A szüleim megmondták, fiam, megvan a szakmád, következő nap nekem már dolgoznom kellett, és kemény 6700 forintért meg is kezdtem a volt az első munkahelyen, az pedig egy autóbontó volt. Na innentől kezdve nekem paradicsomi volt az élet, tehát az, hogy én most összetörtem a trabantot, azonnal már másnap a munkába vágtam le, flexeltem le a kombinak a tetejét a megfelelő helyen, ugyan a kasztizáshoz nem értettem, tehát ahhoz kértem segítséget, tehát a hegesztéseket azt megoldott az egyik jó ismerősöm, de a tetőlemes csere, ugye az egy nem egy nagy dolog, mert vissza kell peremezni a tetőt, bedobod megfelelő tömítő anyaggal a tetőt, és tehát mindent megcsináltam. Tehát a százszor is egy a vége, tehát mindig a szüleim úgy kapták vissza az autót, hogy jobb állapotban, mert ez egy aránylag ütött kobot rabi volt, de hát ezt tudták megvenni 21 ezer forintért, és utána le volt fényezve, akkor biztosítás úgy ment, hogy tényleg azt mondtad, hogy hogy, hogy kiugrott eléd egy győzés, és akkor azt ki is fizette a biztosító. Tehát nem volt ezzel gond, azt sem fizettek is rá pár ezer forintot, tehát abból meg tudtam menni a tetőt, meg tudtam menni a jó kis trinát, vagy nem is a Neolux festék is volt már talán akkor, és azzal a barátaimmal megcsinálgattuk, lefestegettük, tök szép autót kaptak vissza a szüleim, és aztán utána lett a zsiguli, azt az én főnökömtől vették meg a szüleim, annak egy nagyon érdekes története van. Na az már, annak már köze van a, a versenyzéshez, de az csak a helyi centerek versenyéhez van köze. Tehát az egy 1200 Zsiguli vagy 1005 ös motorral, és mentünk kint egy, egy mendőhányó mellett, és sok-sok itt a bánya a környéken, és mentünk egy mentőhányó mellett az egyik barátommal, aki kergetett engem, hát ugye több is, neki 1500 volt, de nekem ez motor volt a zsiguliba, tehát ez nem nekem a szüleim. Tehát majd megmutattam, hogy az enyém az jobban megy. És mentünk egy olyan meddőhányom mellett, ahol egy ilyen térdigérő fű volt. De ki volt taposva azért a nyomvonal, mellette magasabb gaz. Tehát az látszott, hogy a nyomvonal, az út nyomvonal nagyjából ott vezet. De egyébként tudtuk is, mert mentünk el arra már százszor. Na de ilyen sebességgel nem. És ahogy ahogy pattoráztunk az utól, gyakorlatilag egy berugózási fázisba, egyszer csak azt éreztem, hogy történik valami. De hogy mi, ugye mindenki tudja, aki már legalább ebbe a korba van, hogy mi a videótól hangfal. Érkezett hátulról a kalaptartóból a videótól hangfal, üti a fejemet, én a füvet látom, nem értem, hogy mi történik velem, és, és, csak a füvet látom magam előtt. Kapaszkodok a kormányba, és mindenféle kazetta jobbra-balra repked a kocsiba. Egyszer csak visszaesünk, és egy ilyen őrült, melankolikus állapotba azt érzem, hogy itt valami történt, gyerekek. És egyszer csak nyílik az ajtó, és kérdezem a barátom, jól vagy, jól vagy? Hát miért, mi történt? Az, a kocsiból, nézd meg, mi történt. Hát a gazból, kiállt egy vasút, egy ekte vasút és nem kis vasút is a rendes nagy vastag vasút is én, csak az még a földdel egy színbe volt, csak ahogy berugóztam, az első futómű annyira berugózott, hogy beleakadt a sínnek a szélébe, és az első, tehát először lekapta a zsiguli karteréről, vagy a motorjáról a kartert, aztán mögötte van a, a bölcső, abba beleakadt, akkor abba kapaszkodott nagyon, és akkor elkezdett görbülni így a kocsi, és ahogy meggörbült, kiugrott a símből, és még a hátsó híd elé leesett a vasúti sín, és a hátsó hídat is kitépte a zsiguli alól. Tehát én, amikor kiszálltam a kocsiból, így vérző homlokkal, szétcsapott orral, azért is ilyen szép boxos az orram, az eleje és a hátulja ért le a zsigulinak. A közepe nem ért le. Na most, hát ez egy szörnyű látvány volt, hogy megint mit csináltam. Még jó, hogy ilyen szempontból túléltem, mert nem volt olyan rettenetes a tempó, csak az a hirtelen lassulás, ami történt velem, az egy kiflit csinált gyakorlatilag a zsiguliból. Aztán megtaláltuk a sínt, az visszahajlott egy -e a 20 centit, tehát olyan mélyen be volt fúrodva a föld alá, a végét még azóta se találta meg senki szerintem. És aztán megint csak jött egy feladat. Haza kell menni. Ezt valahogy el kell mondani. Hát akkor megint jött egy történet, hogy de akkor már ugye nyilván rutinosabb voltam, tehát akkor már mástottam elő, hogy hát ott egy kicsit ott elakadt, meg egyéb, de nincs semmi baj, mert hát van zsiguli kasztné, bontóba, majd ezt én mindent állok, és nem ült senki az autóba, én ültem egyedül, tehát csak ez történt, és nincs nagy baj. Na persze, volt Kaszné, tényleg megcsináltam, tehát Mindent, mindent új kosztitba átrakosgattam, amit lehetett. Tehát ezt is túléltük, és akkor utána tényleg a szüleim már megengedhették azt, hogy vegyenek egy szép eszkortot maguknak, egy Ford eszkortot, és azzal meg belementem egy ilyen érdekes előzésbe a tarján környékén. Na azt nem kellett volna. Tehát az az abszolút felelőtlenség, amit éppen rengetegszel mondok el a dorkának, meg bárkinek is elmondanék, hogy hogy beláthatatlanult kanyarodban nem előzzünk, záróvonalon nem megyünk. Tehát legalább abból a hibákba tanuljanak, amit én, én elkövettem. Tehát az igazság, hogy elkezdtem előzni egy illetőt, aki vérszemet kapott, mert látta, hogy jön a kis fiatal zsibba a gyerek, majd, majd megmutatom, és elkezdte nyomni ő is a gázt. Na hát akkor nekem se kellett több, visszaváltottam egyet, és ez egy elég hosszú egyenes volt. Tehát ezzel még úgy baj nem is volt. Csak aztán a nagy versenyzésben odaértünk egy nagy balos kanyarhoz, ami tényleg egy ilyen beláthatatlan útkanyar ott volt ott Tarján környékén, és én nem tudtam már más csinálni annál a sebességnél, bementem a belső évre, mert a külső éve megjött az illető. Tehát én belehajszolt egy kicsit ebbe a hülyeségbe, és a belső éve haladtam, miközben szembe meg megjelent egy kis busz, benne ilyet fejekkel az illetők, és én abban a pillanatban kirántottam az ívról a kocsit, és szerencsésen egy partoldal volt nekem jobb oldalon, neki csapottam, és az a partoldal megvezetett, gyönyörűen kanyarodtam én a partoldallal együtt, tehát az a baj nem volt, annyi hiba volt az egészben, hogy a, a közepetájéken a kanyarnak volt egy kivágás az útból, ebből a partoldalból, mert ott volt egy lejáró. És ahogy megszűnt a partoldal, megszűnt a támasztás, és szemben, hogy indult a második, a kivágásnak a másik oldala, abba frontálisan belecsapódtam, és abba a lendülettel ugye fejtetőre dobott, és csúsztam egy a 60 métert a, a tetőn. És ugye az, hogy még itt ülök, az annak köszönhető, most ezt nem talácsképpen mondom senkinek, mindenkinek be kell, hogy kösse magát, az a biztonságos, de hogy nem volt bekötve az övem, és ki volt húzva, nyár volt, ki volt húzva a sibedak, akkor még ilyen nagy sibedakok voltak, Tetők, és akkor ahogy előre csapódtam az ütődéstől, ugye a szélvédőnek csapódtam neki, és elől volt egy nagyon kicsi kis kávája a tetőnek, és gyakorlatilag, hogy fejtetőre érkeztem, így nem fölöttem volt a, a nagy luk, hanem azon a lemez csíkon csúsztam, meg a szélvédő találkozási pontjánál volt a fejem, mert láttam mindent, hogy az aszfalton hogy csúszok, ez egy érdekes élmény volt egyébként de ahogy megállt, abban a pillanatban kiszálltam, még pörgött a féltengely, de ugye nyilván autószerű fejjel, nehogy véletlenül csapágyas legyen a motor, visszamáztam, leállítottam, akkor utána még világított a lámpa, de füstölt, gőzölgött minden, akkor még lekapcsoltam a lámpát, emberek rohangáltak, arra emlékszem, és a vége az lett, hogy ahhoz is kellett egy kaszni. Tehát a szüleim azt mondták akkor abban az esetben már, hogy na innentől kezdve nem hajlandóak másik autót venni, az, azt akkor utána, hogy cseréltem rajta kasztit, azt eladták, és soha többet nem volt autójuk utána, csak nekem volt, de azokat meg nem törtem össze.